Országszerte dübörög a használt autópiac, egy átlag magyar családban már legalább két gépkocsi található. Ugyan az ünnepi időszakokban kevesebben vásárolnak autót, de ez visszatérő tendenciának számít, nyilatkozott a szakember. Müller Zoltán, a Nestor Sped Kft. Ügyvezetője elmondta, a legkeresettebb márkák jelenleg az olyan családi egyterűek, városi terepjárók és kisfogyasztású autók, amiknek árai 1 és 3 millió forint között mozognak. Összességében azt lehet mondani, hogy nem rosszak a magyar használt autók, de azért igazán érezhető ez, hogy most nem kell az autóra műszaki vizsgát csinálni, most már elég régóta, és az emberek nem is úgy viszik el az autót szervizre. Mert azért, aki nem ért az autóhoz, az elvitt egy műszaki vizsgára, ott azért mondták, hogy mik a hibái az autónak. De most igazából, mivel nincsen műszaki vizsga, így az emberek azt se tudják sokszor adott esetben, hogy mondjuk nem jó valami az autón. Hozzátette, használt autóvásárlásakor mindig figyelni kell arra, hogy megbízható forrásból szerezzük be a járművet, ez egyfajta garanciát is nyújt a vevő számára. Telephelyen rendelkező kereskedők rendszerint üzemképes és műszakilag átvizsgált gépkocsit kínálnak. Jelenleg ez a legnagyobb baj, hogy nagyon sok ilyen olcsó autó van a piacon, ami nem kereskedésekből származik, hanem ilyen nem hivatalos autókereskedektől, nepperektől, és ezek az autók általában mindig úgy végződnek, hogy valami eltitkolt, rejtett hiba van velük, és az a baj, hogy ugye pár százezer forint, 2-300 ezer forintért megvesznek egy autót, nyilván nincs is több pénzük, de ezek az autók nagy esélye nagyon hamarosan hibásak lesznek, és igazából nem lesz, akihez forduljanak. Jó tanácsként a szakértő elmondta. A megnövekedett kereslet miatt előfordulhat, hogy egy-egy autótípusra heteket vagy hónapokat is kell várni a vásárlónak.